A második műtét után is nagyon hamar jelentkeztek nálam az eredmények, ami talán annak is köszönhető, hogy viszonylag próbálom fegyelmezetten betartani azokat az előírásokat, amik feltételei annak, hogy meglegyen a kívánt eredmény. Úgyhogy az én esetemben egyébként hamar jelentkeztek az eredmények, és talán azon szerencsések közé tartozom, akiknél nem direktben veszik észre a változást, hogy neked hajbeültetésed volt, hogy valamit csináltak a hajaddal, hanem egyszerűen azt mondják, hogy te jól nézel ki, és nem tudják, valahogy úgy nagyon egybe vagy jó, tehát hogy nem tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami változás történt rajtam, de az, hogy mondjuk jól néz ki valaki, vagy sugárzik róla, hogy jól érzi magát a bőrében, ez egy nagyon jó visszajelzés. Ez talán a legjobb visszajelzés, amikor nem szembetűnő az, nem tudja megnevezni, mi az, ami változott rajta, csak egyszerűen az egész hatás összképben nagyon jó. Úgyhogy én talán ebben nagyon szerencsés vagyok. Attól függetlenül, hogyha rákérdeznek, én nagyon szívesen elmondom, és egy nagyon jó tapasztalat. Talán ettől féltem, és ez egy nagyon komoly félelmem volt, mivel színpadi ember vagyok, és bizonyos szempontból közszereplő is. Számomra azért nagyon-nagyon fontos az, hogy az a fajta hiteles és önazonos megjelenés, amihez én mindig ragaszkodtam, hogy talán az veszít az értékéből, maga a hitelességem veszít az értékéből, mivel nem tudtam, hogy mit várhatok eredményként, és mi van, hogyha annyira szembetűnő lesz a változás, vagy nem sikerül úgy, tehát hogy az embereknek nyilván ez van a fejükben. Úgyhogy az első műtét után azonnal eloszlott, mert olyannyira természetes hatást kelt, hogy pont valószínűleg ezért nem tűnik fel az embereknek, hogy történt esetleg valamilyen bármilyen beavatkozás, mert annyira természetesnek hat, mintha mindig is ilyen lett volna. Úgyhogy az én szempontomból talán ez egy óriási szerencse. Nem tudom, hogy más paciensek is hasonló eredményekkel, meg tapasztalatokkal rendelkeznek, de én magam részéről mindenképpen.